Sziasztok könyvrajongók, Csaba vagyok, ez itt a könyvelem, és a mai videóban bemutatom, hogy milyen könyvekkel gazdagodott a magánkönyvtáram december folyamán. November 10-én került ki a csatornámra a harmadik kosárba vele videó a tavalyi évben, és igazából nem szerettem volna már onnantól kezdve saját részre könyveket vásárolni, viszont ez egy picit módosult, mert mégis bekerült a kosaramba egy-két könyv, amit ebben a videóban meg fogok mutatni. Emellett érkeztek hozzám recenziók, és rengeteg könyv jött a magángyűjteményembe ajándékozás útján, úgyhogy megmutatom, hogy milyen könyveket kaptam itt az adventi időszakban. November 13-án futott be a nagykőrösi Lírába egy előrendelésem, mégpedig Almási Kittitől az Elvarratlan szálak című kötet, amely az író pszichológus nőnek a legújabb kötete, és egyébként a saját kiadójánál jelentette meg, amely a Firmitas nevet kapta, és ez a könyv lett számomra 2024-ben az első olvasmány, ugyanis már ki is pörgettem ezt a röpke 200 oldalas kötetet, nagyon-nagyon tetszett, nagyon sok hasznos gondolatot vittem magammal, és tényleg szembenézésre késztet ez a kötet, nagyon sok gondolkodni valót hagyott maga után, a januári összegzőben fogok majd róla bővebben beszélni. November 22-én vettem át szintén a nagykörösi Líra üzletben Vámos Tibor első önálló verses kötetét, az Élet-halált okoz című kötetet, amelynek bemutatóján is volt szerencsém részt venni december 12-én a Kecskeméti Katona József könyvtárban. Én Tibit egyébként a Kecskeméti Könyvklubból ismerem, és ő a könyvtárnak a munkatársa, úgyhogy nagyon kíváncsi voltam az ő költeményeire. Ezek az írások egészen a fiatal korától mostanáig készültek el, és úgy fűzte egybe, az életről és a halálról szól. Decemberben el is olvastam ezt a kötetet még a bemutató előtt, úgyhogy a decemberi összegzőmben fogok majd róla bővebben beszélni. Ha sikerül eladnom egy-két könyvet Vintiden, akkor általában el is költöm azt az összeget más könyvekre, olyanokra, amik már régóta a radaromon vannak, és 500 forintért találtam meg az Agathe című kötetet, amely Anne Catherine Bowmannek az első hazánkban megjelent könyve. Egyébként azóta már megjelent egy másik kötete is, és úgy voltam vele, hogy 500 forintért szerintem nem fog szembe jönni velem ez a könyv már sehol máshol, úgyhogy lecsaptam rá, és november 22-én tudtam készhez venni, úgyhogy ez is még egy saját beszerzés. Immáron második alkalommal tartott az Alexandra raktárvásárt Kecskeméten. November 25-én volt egyébként ez az esemény, és ismételten sikerült a Facebookon VIP előbelépést nyernem, vagyis fél órával hamarabb be lehetett menni és böngészni a könyvek között. Én azért fölmértem, hogy mik azok a könyvek, amik feltétlenül szükségesek a gyűjteményembe, mi az, ami olcsóbb, mint mondjuk az online felületem, és végül egyetlen egy könyvet hoztam el 1500 forintért, ez pedig Kazuo Ishigurótól az Eltemetett óriás, amely még ebben az európás kiadásban került most tehát hozzám, hiszen Ishiguró kötetei már a Helikon kiadónál jelennek meg, ez pedig egy korábbi európás kiadás, és nekem nagyon-nagyon tetszenek ezek a kiadványok, ez a fajta sorozat, ez a fajta külcsíny, úgyhogy örülök, hogy ebben a formában került hozzám ez a kötet, és úgy voltam vele, hogy ennyi pénzért megéri. Egyébként, ha jól láttam, akkor online akkor 2000 forintba került ez a kötet, tehát ott helyben olcsóbban tudtam beszerezni. Talán emlékeztek rá, hogy 2022. januárjában Najdu Anta a Zsuzsanna belvárosi srác című kötete volt a közös könyv a csatornámon, és én akkor ígéretet tettem az írónőnek, hogy mindenképpen el fogom olvasni a korábbi ifjúsági köteteit, és novemberben ráakadtam az egyik korábbi könyvére a Vintiden, mindössze 500 forintért láttam ott az Utánad című kötetet, amely egyébként a Léggömbök sorozatnak a második része, azóta egyébként már az első részt is megpróbáltam megszerezni, remélem, hogy hamarosan majd sikerül átvennem azt a kötetet is, egy picit körülményes a begyűjtése, de remélem, hogy össze fog jönni, azt is tényleg potomáron tudtam beszerezni, úgyhogy egyelőre ez a második kötet van most itt a polcomon, de amint az elsőt is beszerzem, akkor mindenképpen sort fogok majd keríteni rájuk. Teljesen elfelejtkeztem róla, hogy én előrendeltem Riley Sagernek a legújabb kötetét, ami a Már csak egy maradt címet kapta, ez december
13-án futott be ide a nagykörösi Líra üzletbe, úgyhogy nyomban el is mentem érte, és egyébként a feleségem azóta már el is olvasta, és nagyon-nagyon tetszett neki, úgyhogy én is nagyon várom, hogy majd sorra kerítsem ezt a kötetet. Nagyon jó értékelései vannak Mojon, és az előző Száger kötethez képest erről tényleg mindenki ódákat zeng, úgyhogy megpróbálok tényleg fülszöveget sem olvasni, csak tényleg megmerítkezni ebben a történetben, és remélem, hogy majd nekem is nagyon fog tetszeni. December 14-én került hozzám egy recenziós kötet a Park könyvkiadóval való együttműködésem révén, ez pedig Beatrice Savionitól az Átkozott című kötet, amely egy nagyon izgalmas fülszövegű könyv, már is olvasok belőle nektek néhány gondolatot. Monzában játszódik 1936-ban, a Lambró partján két kamaszlány próbálja eltüntetni egy férfi holttestét, akinek az ingér nemzeti színű jelvény és fasiszta vesszőnyaláb díszeleg. A holttestig vezető történetet Francesca meséli el, a 12 éves kislány polgári családjában rendezett unalmas életet él, legfőbb gondja, hogy szaporán lépkedjen a misére és illedelmesen viselkedjen az asztalnál. Nekem ennyi bőven elég volt a fülszövegből ahhoz, hogy kíváncsi legyek erre a történetre, hiszen nagyon szerettem Donatella di Pietrantonio vagy Viola Ardone hasonló stílusú és hasonló gyerek főszereplős mesélőjű történetét, úgyhogy én nagyon kíváncsi lettem erre a könyvre is, és hát remélem, hogy 2024-ben mihamarabb sort tudok majd keríteni rá. Volt egy 4 könyvből álló megrendelésem még a Líránál, amiben olyan matematika könyveket vásároltam, amik már a 2024-es érettségi követelményeket tartalmazzák, és emiatt volt egy olyan akciós lehetőség a Lírán, talán még egyébként most is van, hogy valahány ezer forint feletti vásárlás esetén egy ajándékkönyvet lehet igényelni, hogyha bekattintja az ember ezt az opciót, és én ezt választottam, és egy olyan könyv érkezett, hogy Lányok csöndje, Jenny Melamed-től. Semmit nem tudok erről a könyvről, csak láttam, hogy nem túl jók az értékelései Mojon, tehát ez is a polcomra kerül, egy Athenaeum kiadós kiadványról van szó, aztán majd, hogy mi lesz a sorsa ennek a kötetnek, azt nem tudom, nekem ez lapult a csomagban egy ilyen plusz könyvként. December 22-én futott be még egy recenziós csomagom, mégpedig a Möbius kiadói csoporttól. Jött egy Európa könyvkiadós krimi thriller, mégpedig Alexandra Benedict-től, a Gyilkosság a Karácsonyi Expressen, amit Agatha Christie stílusához hasonlítanak. Erről a könyvről egyébként jót is, rosszat is hallottam. Én kíváncsi lettem erre a történetre. Ez egy vonaton játszódik, ahol gyilkosság történik, tehát nagyon hasonlít Agatha Christie Gyilkosság az Orient Expressen című kötetére, illetve annak a cselekményére, de ennél többet én sem tudok és nem is szeretnék, úgyhogy majd kíváncsian fogom forgatni ezt a kötetet. A másik könyv pedig a Pioneer Books-tól érkezett, ez pedig Lucy Scornak a Karácsonyi története, a Karácsonyra állni fog, amit szintén már a feleségem előolvasott a számomra, és egyébként neki nagyon tetszett ez a Lucy Score kötet is, hiszen már a Knockmout sorozatból 2 könyv megjelent, és a harmadik az hamarosan várható, talán 1-2 hónapon belül érkezni is fog. Úgyhogy én már lecsúsztam arról, hogy karácsonykor olvassam ezt a kötetet, de majd valamikor mindenképpen sort kerítek rá, mert nagyon szeretem az írónő stílusát. Hihetetlen meglepetést okozott az egyik követőm, Lázár Bettina, akivel Instagramon rendszeresen megvitatjuk a közös olvasmány élményeinket. Nagyon sokszor részt vesz a kihívásaimon, velem olvas bizonyos könyveket, nagyon sok közös könyvet is elolvasott már, illetve volt, hogy könyvet vett tőlem, és most meglepett egy karácsonyi meglepetés csomaggal, amit tényleg néhány nappal szenteste előtt érkezett meg hozzám, teljesen lenyűgözött, egyébként még most is a hatása alatt vagyok, hiszen rengeteg csokit, 3-1-ben kávét, illetve még a kutyusunknak is küldött finom juti falatokat, és emellett bizony 5 könyvet rejtett a nagy csomag, és én tényleg ledöbbentem, hogy micsoda könyveket választotta számomra, úgyhogy ezúton is nagyon köszönöm Betty neked, hogy gondoltál rám, és így fejezted ki a hálámat felém. Tényleg nagyon-nagyon nagy öröm ez számomra, hogy tudok olyan könyveket ajánlani neked, illetve másoknak, amik átlendítenek egy-egy nehézségen, vagy egy-egy olyan élethelyzeten, ami nehéz, és tényleg az olvasás és a könyvek olyan fogalmazások,
dugódzót nyújthatnak nekünk, amik segítenek. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy ezt visszaigazoltad nekem, és tényleg nem tudom elmondani, hogy milyen hálás vagyok, hogy ilyen csoda kötetekkel ajándékoztál meg, úgyhogy most meg is mutatom nektek, hogy mik ezek a könyvek. A leveléből fogok egyébként felolvasni, mert szerintem olyan jól összefoglalta, hogy talán így ti is jobban átérzitek, hogy milyen hatással volt rám ez a csomag. Szóval azt írja, hogy mindketten kedveljük a szlovák író József Karikát, és mivel tudomásom szerint a félelmet elektronikus formában olvastad, úgy gondoltam, hogy a szerző legújabb kötetével, a Fergeteggel együtt most már mindhárom munkájának nálad van a helye. Úgyhogy képzeljétek el, hogy megkaptam a félelmet, és megkaptam a Fergeteg című harmadik kötetet is, aminek egyébként tényleg nagyon-nagyon örülök, mert nekem a Hasadék című első könyve borzasztóan tetszett, és a félelem is abszolút elnyerte a tetszésemet, amit tavaly azt hiszem február tájékán olvastam elektronikusan, és való igaz, hogy szerettem volna begyűjteni fizikai példányban, és nemrégiben jelent meg egyébként a Fergeteg, ami viszont mostanában elég rossz kritikákat kapott a Mojon. Én azonban abszolút nyitott vagyok Karikának a könyveire, hiszen a stílusa az, ami engem nagyon-nagyon elragadott, és szerintem atmoszféra teremtésben zseniális a szerző, úgyhogy nagyon várom, hogy majd mit fog nyújtani ez a kötet a számomra. A következő könyvről írja, annak idején rád is nagy hatással voltak Edit Éva Éger könyvei, ezért mivel úgy tudom, hogy ilyen formában nincs meg, muszáj volt az Ajándék című kötetet is eljuttatnom hozzád kemény kötetes díszkiadásban. Abszolút így van, nagyon-nagyon szerettem egyébként az Ajándékot is, és ugye ez egy picit bővített kiadás, hiszen Edinek a családi receptjei is benne vannak, úgyhogy tényleg elképesztően gyönyörű, nagyon köszönöm ezt a könyvet is. Egyébként azóta már el is adtam a másik példányt, hiszen úgy gondoltam, hogy ebben a csodálatos díszkiadásban van itt a helye a polcomon. Aztán a vége, az általam választott másik két könyvet tudomásom szerint még nem olvastad, abban bízom, hogy a jövőben sort kerítesz rájuk, és örömmel fogod őket lapozni. Nos hát ezekre voltam a legkíváncsibb egyébként, hogy miket választott, úgyhogy már is mutatom. Az egyik Kristina Olssontól a Viharjelzés, amely egy skandináv krimi, és egyébként a szerzőnőnek a nevével már nagyon sokszor találkoztam, de valóban nem olvastam még tőle semmit. Ennek a könyvnek egyébként nagyon érdekes is a főszöveg, és tényleg jó értékelései vannak Mojon. A másik szerző pedig Paul Auster, akitől a Baumgartner című kötetet kaptam meg, a 21. század kiadónál jelennek meg egyébként Auster kötetei, és meglepő módon én még tényleg soha nem olvastam a szerzőtől. Ez egy viszonylag vékony kötet, úgyhogy remélem, hogy hamar sort tudok majd keríteni rá, még 200 oldal sincs, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy rám milyen hatással lesz ez a szerző. Nos, tehát ezt az 5 könyvet kaptam Bettitől a csomagban, és tényleg nagyon-nagyon örültem neki, és hihetetlen módon meglepett, úgyhogy alig várom egyébként, hogy olvassam a Fergeteget, illetve Paul Auster könyvére vagyok még nagyon-nagyon kíváncsi. Aztán, hogy majd mikor sikerül őket sorra keríteni, azt nem tudom, de mindenképpen el fogom őket olvasni. Szintén karácsony előtt érkezett még meg hozzám a 21. század kiadónak egy meglepi csomagja, amelyben először is szerepelt egy ilyen csodálatosan szép szatyor, ami tényleg elképesztően gyönyörű, sokkal rózsaszínebb, mint én gondoltam egyébként a fotók alapján, amiket láttam a weboldalukon. Nekem nagyon-nagyon tetszenek ezek a könyves termékek, és képzeljétek el, hogy szintén egy könyves terméket rejtett még a csomagjuk, amit már is mutatok, ez pedig egy könyvtámasz, mégpedig egy olvasó férfi alakja az, ami kirajzolódik. Nekem nagyon-nagyon tetszettek ezek a könyvtámaszok, tényleg van egy pici súlya, és hihetetlen jól mutat, úgyhogy mindenképpen fogom majd használni ezt fotókhoz, és tényleg nagyon-nagyon jól fog mutatni szerintem a polcon is. Úgyhogy ez volt még az a termék, amit kaptam, valamint érkezett hozzám még egy kötet is, ez pedig a Zen köztünk van című kötet David Chadwick tollából, akinek ez egy ilyen zen tanító kis kötetecskéje, tényleg több olyan gondolat van benne, ami tanító jellegű, úgyhogy kíváncsian fogom forgatni ezt a kis kötetecskét, ezúton is köszönöm a 21. század kiadónak, hogy így gondoltak rám karácsony előtt. És most már szép lassan elérkezünk a Szentestéhez, amikor is én leptem meg a feleségemet egy könyvvel, mégpedig a Harry Potter varázs almanaha, ami igazából kiegészíti a Harry Potter univerzumot, és tényleg hihetetlen ez a kötet, biztos, hogy sokszor találkoztatok már vele, és sok
néhányan láttátok, hogy milyen csodálatos összefoglaló gyűjtemény ez. Hihetetlen illusztrációk, egy nagyon-nagyon gazdag és nagyon varázslatos kötet, úgyhogy nagyon örült neki egyébként a feleségem, és hát ezt majd tényleg közösen fogjuk forgatni a családdal, hiszen mindenki nagyon-nagyon szereti a Harry Pottert, a sorozatot is, a könyveket is, úgyhogy ez egy éke lesz a könyvespolcunknak. És már csak 5 könyv maradt hátra, amit karácsonyra, illetve karácsony után a rokonoktól, barátoktól, ismerősöktől kaptam, vagy cseréltem velük, úgyhogy ezeket fogom még bemutatni. Ez az 5 könyv igazából mind rajta volt azon a várólistámon, ami ugyan nem nyilvános, de akikkel szeretném, azokkal meg szoktam osztani, és így tudtak róla válogatni. Mutatnám is, az első könyv az Andrej Dósától, a Füves kert, amely a Margó könyvek sorozatnak az első megjelent kötete. Én már nagyon rég kinéztem magamnak ezt a kötetet, és én nagyon kíváncsi lettem rá. Eleve magára az egész sorozatra, amire épülnek ezek a könyvek, hogy tényleg nagyon sok nézőpontból és nagyon sok nemzetnek a szerzőjétől olvashatunk, úgyhogy ezt a könyvet mindenképpen sorra fogom keríteni 2024-ben. A második könyv, amit már nagyon sokan ajánlottak nekem, és régóta a radaromon is volt, az a Lány 7 névvel című kötet, amelynek szerzője Hyun Seo Lee és David John, és egy olyan nő a főszereplője, aki Észak-Koreából szökött el. Biztos sokan ismeritek az ő történetét, mert hogy ez nem egy friss megjelenésű könyv, 2013-as az eredeti, és magyarul 2015 óta szinte évente megjelenik ez a kötet a Libri kiadásában, úgyhogy nagyon kíváncsian fogom forgatni majd ezt a kötetet is. Szintén régóta szerettem volna már beszerezni Paolo Cognettitől a 8 hegy című kötetet, amelyből 2022-ben film is készült, és a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a zsűri nagydíját. Két fiú barátságát és életét mutatja be ez a kötet, és a természet az nagyon hangsúlyos szerepet kap ebben a történetben. Szinte nem telhet el úgy karácsony, hogy ne legyen valami Agatha Christie is benne, és ezúttal Sophie Hannának a legújabb Poirot történetét kaptam meg, ami a Poirot csendes éje címet kapta. Nem olvastam még Sophie Hanna egyik előző megjelent Poirot történetét sem, mert szeretném először az Agatha Christie életművet végigolvasni, és utána fogok majd nyitni az írónő kötetei felé is. Kapott már egyébként hideget-meleget az írónő, és tényleg sokan nem tartják valódi Poirot történeteknek ezeket a könyveket, amelyek ugye nem a krimi királynőjének a szerzeményei, egyszerűen csak a karakter tovább él, és tovább létezik Sophie Hanna által. Igazából szerintem örülhetünk neki, hogy valaki fölkarolta a kis belgát, és még olvashatunk tőle különféle nyomozásokat. Meglátjuk, hogy majd nekem hogy fog tetszeni ez a kötet. Jó ideje a könyves várólistámon van Susanna Redfearnnek az Egyetlen szempillantás alatt című kötete, ami szerintem legalább 2 éve megvan a polcomon, és azóta már megjelent az írónő második kötete, a Hadley és Grace, és ennek is annyira megkapó a fülszövege és a borítója is, hogy mindenképpen szerettem volna a polcomon tudni, úgyhogy egy csere alkalmával került hozzám ez a kötet. Én tényleg nagyon-nagyon kíváncsi vagyok mindkét történetére is, szerintem lélektani ábrázolásban nagyon-nagyon jó lehet, nagyon jó előjeleim vannak ezekkel a könyvekkel kapcsolatban, és tényleg sokan ajánlották már nekem az ő történeteit. És végezetül muszáj megmutatnom még egy könyves ajándékot, amit a feleségemtől kaptam, ami könyv is, meg nem is, ugyanis ez egy könyvformájú tartó doboz, amit egy nagykörösi kézműves Edith alkotott, akit megtaláltok a Dekor szívvel lélekkel Facebook oldalon keresztül. Ez az első ilyen, amit készített egyébként, tényleg fölkérésre készült, és hát ez a prototípus, úgyhogy ha valaki szeretne hasonlót, akkor keresheti őt, ez itt a reklám helye, bár tényleg én ajándékba kaptam, és le vagyok egészen nyűgözve, tehát ezt nézzétek meg, hogy milyen-milyen csodálatos, remélem, hogy így a fényviszonyok is láttatják azt, hogy mennyire aprólékosan megmunkált dologról van szó, és hogyha kinyitjátok, akkor itt is egészen csodálatos ez a könyves beltartalom, és tényleg van neki mélysége, vastagsága, úgyhogy biztos, hogy könyvjelzőket, leveleket és különböző emlékeket fogok benne tárolni. Hát egészen lenyűgözött ez az ajándék, úgyhogy kaptam is könyvet a családomtól, meg nem is, úgyhogy igazán csodálatos ajándék volt ez is.
Emellett kaptam még a szüleimtől egy poáros puzzle-t, amit a Libristo oldalán tudtok egyébként ti is beszerezni. Hasonló jelent már meg az év első felében Agatha Christie-ről, és most Poirot-val kapcsolatban is. Posztoltam egyébként erről a Mojon, az Instagramon, illetve a Facebookon is. Ide egyébként beszúrom a képét, hogy hogy fest ez a kirakó. Nekem nagyon-nagyon tetszett, bő egy nap alatt, olyan másfél nap alatt ki is raktam egyébként. Nem volt annyira nehéz, de voltak olyan részei, amivel igazán megküzdöttem, és ugye ezen a képen is el vannak rejtve Poirot történetekhez kapcsolódó információk, dolgok, egy levél, egy szereplő, valamilyen tárgy, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes volt ezt is közben igazából nézegetni és nyomozni, hogy melyik történethez is kapcsolódik. Nagyon-nagyon jó ajándéknak tartom ezt is, és nagyon remélem egyébként, hogy lesz majd egy Miss Marple-ös verzió is a jövőben, én bizakodó vagyok. Nos, ennyi lett volna ez a könyves ajándékos összefoglaló, így az év elején, ami igazából a november-decemberi könyves beszerzéseket, ajándékokat takarta. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és találtatok kedvetekre való olyan dolgot, amit szívesen ti is beszereznétek, vagy lehet, hogy volt már olyan könyv is közte, amiket ti már olvastatok, és tetszett nektek. Írjátok meg egyébként kommentben, hogy mit gondoltok ezekről az ajándékokról, és hogy ti minek örültetek volna a legjobban. Hamarosan egy következő videóban találkozunk. Én köszönöm, hogy itt voltatok ezúttal is könyvelem. Sziasztok!